Csak nem 40 év után újra vízen a Szent Jupát Fanándor és Gály József földkerülő hajója. A vitorlás páros örökre beírta magát a történelem könyvekbe azzal, hogy teljesítették az embert próbáló utat. A több mint 700 napig tartó próbatétel kezdetén mindössze 4 családtag búcsúzott tőlük, visszatérve azonban már több ezer ember ünnepelte őket. Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal. Tartja egy afrikai közmondás. Fanándor és Gály József pedig igencsak messzire akart jutni. 5 év tervezés és felkészülés után 1985. szeptemberében Horvátországból indultak neki a cseppet sem veszélytelen 70 ezer kilométeres útnak. Ez a hajó, ez számunkra 10 000 apró emlék, ami egyébként jellemformáló, meghatározó élmény bárkinek is egyenként, de nekünk mégis miután sok volt belőle, így ez egy halmaz, egy élményhalmaz. Minden egyes porcikájához fűződik valami élmény, a menetekhez, a hajós szakmai részekhez, a benne levő ergonómiai életünkhöz, ahogy kenyeret sütöttünk benne, ahogy navigáltunk, ahogy aludtunk, ahogy éltük ezen a 11-12 négyzetméteren az életünket. A kenusok védőszentjéről elnevezett vitorlást ünnepélyes keretek közt Réf Fülöpön, a Matthias Corvinus kollégium kikötőjében tették újra vízre. A páros anno a közlekedési múzeumnak adományozta a hajót, amely aztán az intézmény Városligeti épületében volt kiállítva annak elbontásáig. Azóta nem láthatta a nagy közönség. Nagyon szívettem elengető érzés. 40 évvel ezelőtt, néhány hónap hiány, 40 évvel ezelőtt tettük vízre a Szent Jupátot az Adrián. Már sok éve raktárban volt, illetve hát a közlekedési múzeumban azt megelőzően, ami nagyon jó helye volt a hajónak, szerettük, hogy láthatóvá tették ezt a hajót. És most a közlekedési múzeum és az MCC közreműködése még inkább egy nagyon jó ötlet szerintünk, mert így a fiatalok találkozhatnak személyesen a Szent Jupáttal, remélhetőleg ennek a hajónak a szellemiségével, meg az erejével, és motiválhatja őket. A relikvia 1985-ben nem csak a vitorlázás, de a kitartás és az emberi küzdeni akarás szimbólumává is vált. A múzeum és az MCC együttműködésének köszönhetően a legendás hajót egy éven belül restaurálják, hogy a 40 éves jubileumra teljes pompájában tündökölhessen. Nem volt bemutatva, és azt gondoltuk, ezért kerestük meg Fanándort másfél-két évvel ezelőtt, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk ezt kiszabadítani, és az emberekhez újra közelhozni, és láthatóvá tenni. És itt jött be a képbe az, hogy oké, de hova tegyük, és az MCC, Matthias Corvinus Kollégium jelentkezett, vállalkozott erre, és hát nagyon sok anyagi, meg mindenfajta humán segítséggel is hozzájárult ahhoz, hogy végül is itt a MCC kikötőjében lesz ez látható. El fog menni most a hajó egy darabig egy felújításra, és utána most még egyőre egy picit hadd legyek titokzatos, de vannak nagy terveink a jövőre esedékes kerekéforduló megünneplésére. Meg is kell ünnepelni. A történelmi út során a páros 717 nap alatt 12 ország partját érintette. Útközben kétszer felborultak, Ausztráliában pedig több hónapot kellett várniuk, hogy a Szent Jupát hibáit ki tudják javítani. De sikerült, és egyben hazaértek. Pedig a 31 láb, azaz csaknem 10 méter hosszú hajót Fanándor és Gál József maguk építették, miközben azt sem tudták, mi alkalmas az óceánra. A fele se tudta, hogy mi az alkalmas. Körülnéztünk, hogy itt az általunk elérhető lehetőségekből mi az, ami realitás. Ez még kicsi, ezt már nem tudjuk megfizetni, akkor a kettő között hol van valami, és ez volt az egyetlen, amit nem hajóként, hanem üres hajóhelyként meg tudtunk rendelni a Füredi hajógyártól, és úgy tudtuk megrendelni, hogy mind a ketten adósságba vertük magunkat. Tehát annyit kellett ezért a fedélzetért, meg az alsóért fizetni, hogy ezt családi hitelekből tudtuk finanszírozni, aztán minden mást magunk csináltunk. Én az elindulásig tartó éveket tartom az igazi kihívásnak, amikor a semmiből, a teljes nullából kell felépíteni egy olyan helyzetet, amelyik reális arra, hogy megcsináljunk egy ilyen vállalkozást. És ez 1985-ben
ez nagyon irreálisnak tűnt. Tehát nem úgy, mint ma, hogy már hozzá lehet jutni hajóhoz, eszközökhöz, tudáshoz, ami ehhez tartozik, akkor nem lehetett hozzá jutni semmihez, ami igazán fontos volt számunkra. Aztán a nyílt vízen is akadtak kihívások. A Balatonon nem lehetett felkészülni az akár 10 méter feletti hullámokra. A természet pedig nagy tanító. Nálunk sokkal a távolabb mutató, a tudatosabb lét létezik, mint amit mi képesek vagyunk agyilag felfogni. Én alapvetően keresztény katolikusnak neveltettem, de nem ez a hitem alapja. A hitem alapja azok a természetben eltöltött nagyon sok óra, küzdelemben eltöltött nagyon sok óra, amikor magamra voltam utalva, és amikor én voltam, és a természet volt, és azok az erők, amik nagyon sokszor megkímélték az én életemet, és én tudom, hogy nem rajtam múlott. Tehát akkor valakin múlott, az a valaki meg nem lehet más, mint a teremtő. Az MCC jövőre programsorozatot indít, amelynek keretében szeretnék bemutatni és megismertetni a hajózás, a balatoni vitorlázás, és nem utolsó sorban az emberi teljesítmény lebilincselő momentumait a felnövekvő generáció számára. Az az út, amit mi végigjártunk a Szentjupát létrehozásával, a semmitől a megvalósításig, ez mindenképpen lehet egy motivációs erő, tehát én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ebből valamit sikerüljön átadni. Aztán az a hit, hogy ha valamihez, amit szeretnénk megvalósítani, semmink a világon nincsen, az nem jelenti azt, hogy nem fogjuk tudni megvalósítani. Tehát a nullából is el lehet indulni a gondolattal. Tehát a gondolatnak nagyon nagy ereje van. A páros a rádiós tudósításoknak is köszönhetően országos ismertségre és népszerűségre tett szert az út során. Végül 1987. szeptemberében értek vissza Horvátországba, ahol akkor már ünneplő tömeg várta őket. A fogadtatás pedig örök emlék maradt számukra is.